Ha valakivel jót tettél, felejtsd el, s ne számíts viszonzásra, sőt, még hálára se. A hálátlanság is kevésbé fog bántani, ha hálára nem is számítottál, midőn pedig nem várt hálával viszonozzák jótéteményedet. Kétszeresen jól fog esni szívednek. Deák Ferenc, magyar politikus, jogász, országgyűlési képviselő és az első felelős magyar kormány igazságügyminiszterének idézetével, tanácsával köszöntjük kedves nézőinket 723. adásunkban. Deák Ferenc 1803. október 17-én született, és a reformkorban a haza bölcse titulust kapta. Mai adásunkban is ünnepségekről, jótéteményekről számolhatunk be. Első mellékletünkben a pancsovai Borromeo Szent Károly katolikus plébánia 300 éves fennállását méltató ünnepséget mutatjuk be, amelyen magasrangú egyházi méltóságok, számos vendég és népes gyülekezet volt jelen. Képes összefoglalót készítettünk a térségünkben működő női egyesületek, kézimunkacsoportok őszi, idén nyitó rendezvényeiről, vendégszerepléséről, valamint a kevevári Keve Magyar Művelődési Egyesület megalakulásának 15 éves évfordulójának szerény, de méltó megemlékezéséről. Visszatérve nyárvégi eseményeinkhez, a Sándor egyházi búvári család első találkozójáról mutatunk be egy rövid összeállítást. 723. adásunkhoz mindenkinek jó időtöltést kívánunk! A pancsovai Borromeo Szent Károly katolikus templomban 2017. október 14-én magasrangú egyházi méltóságok és számos vendég jelenlétében ünnepelte meg a városi katolikus közösség a plébánia fennállásának 300 éves évfordulóját. A templom épülete a történelmi városrész egyik legrégebbi építménye, amely 1757-ben készült, majd egy évvel később a közvetlen közelében a Minorita rend kolostora is felépült. A történelem folyamán a pancsovai katolikus egyházban is történtek jelentős változások, de a plébánia 300 éven át fennmaradt. Ünnepi szentmise keretében kezdődött a megemlékezés, amelyen dr. Németh László, SvD nagybecskereki megyés püspök üdvözölte a jelenlevőket, majd vezette a kétnyelvű szentmisét. Dr. Pinzes János, szabadkai püspök magyar nyelven, majd Monsignor Magister Stanislav Hocsevár, belgrádi érsek metropolita, horvát nyelven mondott szentbeszédet. Keresztény testvérek, egybegyűltünk a mai napon, hogy ennek az egyháznak, nem csak a templomnak, hanem a hívek közösségének is megemlékezzünk a 300 éves évfordulójáról. A templom mindig nagy jelentőségű egy közösség életében. Sok-sok szálon kötődik az ember élete a templomához. Öröm, bánat, születés, gyász, hit, remény, szeretet, lelki élet és erőforrás. A szülői házban kapott hitet, emberséget a templom és az iskola bontatott kasztja tovább. A templom nem csak a hitélet, de a nemzeti kultúra és műveltség helye is. Ide jöttek örömükben a fiatalok, de ide jöttek az asszonyok a háborúban, oda veszett gyermeküket, férjüket siratni. Ide jöttek sokan remélni is, ide jöttek megnyugvást keresni, és a keserűséget is megemészteni. Hálát adunk Istennek az elmúlt 300 évért. A jó lelki otthonunk, erőforrásunk,
hitünk, kultúránk. Hálát adunk Istennek azokért a lelki pásztorokért, akik az elmúlt 3 évszázadban az Isten és az ő népét szolgálták. Hálát adunk azokért a kántorokért, megkeresztésekért, akik munkájukkal szolgálták a templomot és a híveket. Hálát adunk azokért az emberekért, akik sokszor igen nehéz körülmények között a templomot fenntartották és fenntartják. Hálát adunk azokért a hívekért, akik itt szüntelen imádkoztak és imádkoznak. Hálát adunk Istennek minden jó szándékú emberért. Templomunk nem csak a templomba járó ki, hanem az egész településé, egész népünké. Kérjük Istent, hogy továbbra is megtaláljuk lelki otthonunkat, békénket, hitünket és az üdvösségre vezető utat. A templom az Isten tiszteletre összegyűlő közösséget befogadó épület, tehát nevezzük templomnak. Szemben az ószövetségi és ókori fogalommal az újszövetségi templom nem az Isten vagy Istenség lakóhelye, ahová csak a papság léphet be, míg a nép a templom előtt szemléli az Isten tiszteletet. A Biblia szerint az új szövetség temploma maga Jézus Krisztus, kiben az Istenség teljessége lakozik. Segíts minket, hogy ez a mai jubileumi ünneplés erősítse hitünket, növelje reményünket és tökéletesítse szeretetünket. Servirá a nosotros.
Az ünnepi szent mise befejeztével a parókia bejárati folyosóján egy márványtáblát lepleztek le, amelyen mindazon lelkipásztorok neve látható, akik 1717 óta szolgálatot végeztek a Borromeo Szent Károly templomban. A templom, de különösen a plébánia épülete az utóbbi néhány évben nagy felújítási folyamatban részesült és kapta el méltó kinézetét. Monsignor dr. Németh László, nagybecskereki megyéspüspök szavai szerint az ünnep nem csak a múltra emlékeztet, hanem a jelenről szól és a jövő felé mutat. 300 éves évfordulót ünnepeltünk ma Pancsován. 300 évvel ezelőtt, 1717 őszén kezdett el itt a katolikus egyház újból szervezetten működni. Tudjuk, hogy körülbelül 200 évig török fennhatóság alatt volt ez a terület. A szavolyai Eugén vagy Eugén Jenő csapatai szabadították fel, és 17-től vannak írásos nyomai, hogy folyamatosan folyt a katolikus élet, ezt ünnepeltük. Minden ünnep egy nagy jelentőséggel bír, visszatekinteni, mi történt, de egyben előre is, hogy hogyan akarunk tovább menni a jelenben, pedig annyit tettük, hogy az egész plébániát, a volt kolostor, minorita kolostor felújítottuk, és közösségi termeket teremtettük, hogy itt folytassuk tovább a pasztorális munkát. Remélem, hogy a jövő ugyancsak ilyen boldogan fog majd vezetni minket tovább, mint a mai ünnep. Köszönöm szépen! Az őszi idény beálltával a délbánáti női szervezetek, egyesületek, kézimunkacsoportok ismét aktívabbak lettek, habár egész éven át, így a nyár folyamán is tevékenykedtek. Szorgalmasan részt vettek a környező településeken és a városban megrendezett legkülönfélébb elárusítással egybekötött kiállításokon, rendezvényeken, sőt a közelmúltban a vajdasági vidéki nők tevékenységét népszerűsítő kiállításon is jelen voltak Palánkán. A kézimunkázás időszaka lassan beköszönt, minden magyar lakta településen tea délutánnal kezdődik, ahol a csoportok tagjai megvendégelik egymást, barátkoznak és tapasztalatot cserélnek. Ilyen alkalom volt már Torontálvásárhelyen, Sándor egyházán és Székelykevén, ahol vidám hangulatban örültek a találkozásnak. A Torontálvásárhelyi Pipacs Nőegylet tagjai október 10-én Hódmezővásárhelyen az ottani öreg Kishomoki Kert tulajdonosok egyesületének tagjaival karöltve készítettek gazdag kézimunka kiállítást, amelyen több mint 100 munka került bemutatásra. A két egyesület 7 éve tart baráti, együttműködő kapcsolatot. A kiállítás október 14-éig volt megtekinthető. Kevevári Keve Magyar Művelődési Egyesület 15 éves tevékenységére tekintett vissza ez év október 15-én egy szerény ünnepség keretében. Az egyesület elnökének, Binec Jánosnak köszöntője után a titkár, Binec Margit számolt be röviden az egyesület berkeiben kifejtett munkáról, kivetített képekkel és szerény fénykép kiállítással illusztrálva mindazt. A jelenleg aktívan működő vegyeskar és gyermektánccsoport felváltva több műsorszámmal is bemutatkozott, miközben szólóének és szavalatok is elhangzottak. A kicsiny egyesületet néhány kevevári lelkes családtagjai éltetik, amint megtudtuk az egyesület elnökétől, Binec Jánostól, aki ez alkalommal szerény ajándékkal köszönte meg az önfeláldozó, odaadó munkájukat.
Az est meghitt beszélgetéssel, társalgással ért véget abban a reményben, hogy a kevevári katolikus parókia épület helyiségében működő egyesületben még ezentúl is sok évig megőrzik a magyar nyelvet, és továbbadják az örökbe kapott kultúrát. Alkalommal bebizonyosodott, hogy bármilyen távol kerül is az ember a szülőfalujától, bármennyire jól megy sora, az élete folyamán eljön az az időszak, amikor keresni, kutatni kezdi eredetét, a család gyökereit, és visszafordítja a kocsija rúdját a régi szülőföld irányába, ahol mindig igazán otthon lehet. Ezt tette ifjú Búvári Antal, Tóni, aki Ausztriában él és dolgozik, és aki 2 éven keresztül készítette elő a Búvári család találkozóját. A sándoregyházi születésű Búvári Antalnak és feleségének Katalinnak 8 gyermeke született, akik felnőtt korukban családjaikkal szerte a nagyvilágban kerestek boldogulást, jobb megélhetést. A 21 unoka többségét a nagyszülők már csak fényképekről és a rövid nyári szabadságok idején ismerhették meg. Most már az unokák is családot alapítottak, és sajnos nem sokszor adódott alkalom az egymás közötti ismerkedésre. Ebből kiindulva született meg az ötlet, amely az elmúlt nyár folyamán valóra vált, hogy egy nagy családi találkozó alkalmával hazatérjenek a távoli Svédországból, Németországból, Ausztriából, Magyarországról és Szerbia különböző településeiről közel 60-an, hogy több napot közösen eltöltve megismerkedjenek, emlékeket idézzenek fel, és szorosabb családi kapcsolatot építsenek egymás között. Az eseményt megörökítő családi felvétellel mutatjuk be a Búvári család találkozójának néhány mozzanatát, amely reméljük, hogy nem csak szép emlék marad, hanem további tettre is készteti a családtagokat, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. Felnőttem is, nekem kell alkalmanként életbe vágó döntéseket. Jelent az a szó, hogy végtelen, ki tudná megmondani ezt nekem, valóban van-e olyan, hogy örökké veled leszek, végtelenül téged szeretlek. Miért teszünk olyat, amit megbánunk, miért csak később jövünk rá, hogy hibáztunk, amikor a válasz út elé kerülünk, nem mindig tudjuk sajnos, hogy mi a helyes út. Sokszor sajnálom azt, hogy nem vagyok már kisgyerek, felnőttem is, nekem kell alkalmanként életbe vágó döntéseket egyedül hoznom. A sorsom én irányítom, de nekem sincs csak ez az egyetlen egy életem. A döntéseket egyedül hozom, a sorsom én irányítom, de nekem sincs csak ez az egyetlen egy életem. Az életem nem mindig volt felhőtlen, borús volt sokszor az ég felettem. Nem láttam fényt, sem akott a lelkemben, nyomot hagyott
a legutóbbit már tán sosem feledem. Bizalom nélkül hinni szeretni, Isten igéje szerint cselekedni. Nem könnyű, de nem is nehéz, ha az ember magával néz, hisz mindenkinek jár még egy esély. Sokszor sajnálom azt, hogy nem vagyok már kisgyerek. Ennyit készítettünk mára. A reformáció 500. évfordulójának jegyében a kárpátaljai Kovács család ünnepi műsorsorozattal mutatkozik be a Cselekvésre fordult az idő című reformáció gyermekei program délvidéki körútján. A mezővári borzsavári népi zenekar és a Krisz együttes vezetői és tanuló gyermekeik október 20-án 17 órai kezdettel a Torontálvásárhelyi, 19 órakor pedig a Hertelendi falvi református templomban mutatkoznak be. A Magyar Nemzeti Tanács szervezésében a családi zenekar körútja október 17-én Zentán kezdődik, és bejárva Vajdaságot október 22-én Szabadkán ér véget. Értesítjük mindazokat, akik idén töltötték vagy töltik be életük 70. évét, hogy Hertelendi falván a református templomban idén október 29-én vasárnap tartják meg a 70 évesek találkozóját. Szép alkalom lesz ez találkozásra, a régi emlékek felidézésére, barátkozásra, amelyre a szervezők sok szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Ismételten közzétesszük a szabadkai Pannon Rádió Televízió felhívását, mely szerint tudósítókat keres Pancsova város környékén. Feltétel: helyismeret, számítógépes ismeretek, magyar és szerb nyelv magabiztos használata. Az életrajzokat az office@pannonrtv.com címre várják. Mai műsorunk ismétlését vasárnap este 8 órakor láthatják. Új adással pedig mához egy hétre, jövő csütörtökön délután 1:30-kor jelentkezünk. Tartsanak akkor is velünk. Viszontlátásra!